Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, itt vagyok a Lucas szobájában, ugyanis a mai videó egy kicsikét más lesz a megszokottól. Ez nem ilyen vlogos videó lesz, hanem egy kérdésre szeretnék válaszolni, amit most már valószínűleg tudtok a videó címéből. Ugyanis rettentő sokan kérdeztek tőlem, hogy mikor veszünk házat, miért nem veszünk házat, miért bérlünk. Úgyhogy erre a kérdésre most szeretnék válaszolni, de úgy szeretnék válaszolni, hogy közösen megnézzük, megmutatom nektek, és eldöntjük közösen, hogy szerintetek érdemes-e házat venni, vagy nem. Végülis érdemes házat venni. Hogyha megvan rá a pénzed, na, hogy érdemes házat venni, de megmutatom nektek, hogy milyenek a ház árak, milyenek a kölcsönök, mennyit kapsz, mennyi a visszafizetés, és így mindenki el tudja dönteni, hogy venni rá házat, vagy nem. Nem tudom, hogy tudtad-e, vagy nem, de nekünk korábban már volt házunk. Nem korábban, pár évvel ezelőtt volt házunk, de eladtuk, és úgy döntöttünk, hogy bérlünk, hogy miért, majd a később a videó vége felé majd beszélek róla. Amúgy nem tudom, láttad-e vagy nem, lehet, hogy többen meg fogják kérdezni, főleg fiatalabb nézőim, de igen, itt piros a szám, látod? És volt valami kettő pattanás, és kinyomtam. Most rettentően fáj, és gondoltam, hogy megosztom veletek. Úgyhogy, behoztam ide a számítógépemet, apá, a Lucas szobájába, ugyanis kint a Lucas, kint a Davis, kint a feleségem, valamit nézek a tévébe. És még mielőtt akármit is csinálunk, ugye keresünk egy házat. Egy ilyen házat nem máshol fogunk keresni, mint itt, ahol lakunk, legalábbis ezen a környéken. Nem lakás, hanem házat fogunk keresni, legalább három szobásat, mutatom neked. Ugyanis van egy ilyen weboldal, ez a weboldal nem más, mint a mutatom, realestate.com.au. Látod? Oda felmész, ide be tudod írni, hogy mit keresel. Itt beállítod, hogy vásárolni szeretnél, beírod a kerületet, ugye Bigger of Waters, mi itt ebbe a kerületbe lakunk. Itt be tudod állítani a szobáknak a számát, hogy minimum legyen ugye három szobád. Aztán beállítjuk, hogy ugye házat akarunk venni, kiválasztjuk azt, hogy ház, minimum három szoba legyen. Ugye mit állítsunk be? Az árat nem állítjuk be. Rákeresünk, vagy ugye keresés, menjünk azt, hogy keresés, és itt bejönnek a házak. Kiválasztunk egy házat, mutatom nektek az árakat. Ez a ház, ahogy látjátok, auctionön van, amin ugye nincsen ár, lehet rá bidelni, ugye ajánlani érte. Aztán 590 ezer, ez végül is egy ilyen ikerház, rendes házat keresünk. Ami ebben van, látod, négy, itt van, mutatja. Van benne négy szoba, várjál, megyünk lejjebb. Itt van egy 650 ezerért. Ez egy rendes ház. Három szoba, kettő fürdő, három garázs beállás, vagy három autóhely. Megnézzük a belsejét, szép a padlója. Várj, egy kicsit közelebb jövök, látod? Szép ilyen fa padló. Végülis ez ilyen garázs, nem is úgy alakították át, nem rendes garázs, én ahogy nézem. Az udvar, ahova ki lehet ülni. Ami ebben látod, védi a napfényt, de ha esik az eső, ezen átjön az eső, ez nem tetszik benne. Konyha, hát elmegy, régi a csempéje, de nem csúnya. Aztán a plafon, látod, ilyen régi. Ez elég régi lehet ez a ház, ami a plafonból meg tudod mondani, ez körülbelül egy ilyen, hát egy 30-40 éves ház szerintem biztos, hogy van. Itt van, látod, a terv az, hogy néz ki. Na mindegy, megyünk tovább. Ez volt, várja, mennyi volt? 650 ezer. Aztán itt van egy 699 ezer, szerintem ez egy kicsit sok. Vagy az átlag ár nálunk a Gold Coaston olyan 5-600 ezer dollár, ugye attól függ, hogy hova akarsz venni, ennél persze, hogy van drágább, mint mondjuk ez is 800 ezerért, ami rettentő drága, látod, ilyen régebbi, mutatok gyorsan egy pár fényképet, mondjuk ez a vizen van, azért kerül szerintem egy kicsit többe, amúgy ez is ilyen régi stílusú, mondjuk minél kijebb akarsz menni, ugye a központtól annál olcsóbb, de a központtól is kijebb olyan 500 ezerért, körülbelül 500 ezer dollár, aztán menjünk lejjebb, nézd, 1 millió fölött van, rettentő drága, 625 ezer. Mégis csak az árakat akarom nektek megmutatni nagyjából, hogy mennyibe kerül. Nézd, itt van egy 450 ezerért, ez egy garázs, látod, ilyen elég ilyen régi-régi. Van benne egy fürdőszoba, egy garázsbeállás, 450, 735 ezer, ez egy ikerház. Megyünk lejjebb, 650 ezer, 560 ezer. Na mindegy, tehát tegyük fel, hogy találtál egy házat, jó? Kiválasztottad a házat, maradjunk 550 ezernél szerintem, vagy maradj, legyen 550 ezer dollár, tegyük fel, hogy 550 ezer dollár a ház. Utána kiszámoljuk, hogy ez az 550 ezer dollár, ugye ennyit szeretnél felvenni, mert nincsen depozitod, ugye, amit beleraksz a kölcsönbe, tegyük fel, hogy megkapod a kölcsönt, általában 20%-ot kérnek.
Most már van egy-két bank, ami ad neked úgy kölcsönt, hogy nem kell leraknod a 20%-át, hanem elég a 10%-át befizetned, de most már hallottam, hogy arról is képzeld el. Nemrég volt benne a hírekbe, hogyha rendesen béreltél, azt hiszem 3 éven keresztül, akkor megadják neked úgy a kölcsönt, hogy 0%-át kell beletenned. Tehát semmit nem kell belefizetned a ház kölcsönbe, és megadják neked a kölcsönt. Ami nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó, mindenki eldönti magától, de általában 20%-ot kérnek. Úgyhogy várjál, mutatom, felmentünk az egyik bank oldalára, ez egy ausztrál bank, itt kiválasztjuk, hogy mennyit fogunk visszafizetni, jó? Ide beírjuk, hogy mennyit veszünk fel, mennyi kölcsönt, beírjuk, hogy 550, 1, 2, 3 ezer dollárt 30 évre, ugye ha 30 évre kapod a házkölcsönt, itt hagyunk mindent, ugye nem invest, nem ilyen befektetés, kiválasztottuk, legalábbis nekünk kiválasztotta, 4,59%-os 5 évig ugye fix ez a kamat, és erre megnézzük, hogy mennyit fogunk visszafizetni. Hetente 650 dollárt, látod? 5 évig, 30 éven az első, várjál, 4,59% ugye a kamat, ami biztos 5 évig annyi lesz, és 30 évig fogod ezt fizetni. Amit vissza fogsz fizetni, a kamatot, az 463 ezer dollár. Látod? Ennyit fogsz kifizetni. Tehát a ház 550 ezer dollár, plusz vissza fogsz a 30 év alatt fizetni ennyi extrát. 463 ezer dollárt fogsz visszafizetni. Extrába. Úgyhogy szerintem elég sok pénz. Tehát közel egy millió dollárt ugye vissza fogsz fizetni az 550 ezer dolláros házadra. Ez úgy van, hogy nem raksz bele semmit, ugye? Hogyha raksz bele 20%-ot, ugye ez lejjebb jön. Hogy mondjak nektek egy példát. Itt, ahol most mi lakunk. Ugye tudjátok, hol lakunk, ez egy lakás. Aki nem tudja, ha megnézze egy akármilyen videót, általában itt járkálok körbe a házba, ugye tudjátok, hogy hogy néz ki ez a lakás. Mi hetente, ugye ezt már mondtam korábban, 550 dollárt fizetünk erre. Ahogy ki szeretnél bérelni egy ilyen lakást, egy ilyen házat, amit az előbb mutattam nagyjából így nektek, ilyen 550 ezer dolláros házat ki szeretnél bérelni, arra a fizetés körülbelül ugyanennyien 500-600 dollár között van. Hogyha meg szeretnéd venni, akkor 30 évig ugye 650 dollár fogsz fizetni, később 5 év után lehet, hogy kicsikét többet, ugye, hogyha feljebb megy a kamat, tehát nem tudom, hogy ugye jobb-e bérelni, vagy nem jobb-e bérelni. Ugyanis 30 év után ugye tiéd lesz. De 30 évig azt neked fizetned kell. Ezen kívül van ugye ilyen éves díj, vagy nem tudom, hogy mondják, ugye van ez a kukás, van a víz, persze az áram, hasonlók, amit ugye ugyanúgy kell fizetni. Ami pontosan, hogy mennyibe kerül, nem tudom nektek megmondani, egy pár ezer dollár van. Aztán, hogyha elromlik valami a ház, ugye tiéd a ház, neked kell megcsináltatni, tehát, hogy elromlik a boiler, a csap, vagy valami, neked kell megcsinálni. Itt, hogyha ebbe a lakásba, vagy akármelyik ház, hogyha bérelsz, akármi van, te neked nem kell megcsinálnod, hanem felhívod a tulajt, annyiban akitől bérelted a házat, kijönnek, megcsinálják, és neked semmiben nem kerül. Ugye ez emberem múlik. Nekünk volt ugye régebben házunk, és mi úgy döntöttük, hogy mi inkább eladjuk, fizetünk egy kicsikét kevesebbet, és ide-oda ugye mehetünk, de ugye sosem miénk lesz a ház. De, amit extrába belefizetnénk a házba, a javításokra, azt a pénzt inkább én beleteszem egy új autóba, hogy láttát ugye mondjuk a Mazdába, vagy most a Fordba, vagy elmegyünk nyaralni ugye Magyarországra, vagy Amerikába, vagy éppen ahova akarunk, és nem a házba fektetjük. De 30 év múlva ugye nekünk nem lesz házunk. Ezért ugye én azt találtam ki, hogy ha oda eljutunk ugye 30 év múlva, amikor elmegyek nyugdíjba, hogyha elmegyek nyugdíjba, akkor lehet, hogy beköltözök egy ilyen öreges körzetbe, vagy nem körzetbe, végülis. Egy ilyen nagy telek, ahol vannak nagyon sok, nem nagyon sok ház, körülbelül van 50 darab ház, ahol 50 év feletti emberek mehetnek csak be. Tehát mindenkinek van egy házod külön-külön, van egy úszómedencéd, van egy teniszpályád, mármint mindenkinek, de van egy külön házadod bent,
van egy kis udvarod, és az a tiéd, ezt megveheted. Ilyen házakat körülbelül lehet kapni, ugye attól függ ugye, hogy hol, milyen helyen, de olyan 100-150 ezer dollárért, ez olyan háromszobás ház. Tehát nem egy ilyen rettentő nagy, lehet, hogy csak egy fürdőszoba van benne, és egy garázs, ugye nem kettő, de 100-150 ezer dollár jelenleg, szerintem nem olyan rossz ár érte. Tehát nekem ez a tervem, hogy egyszer elmegyek nyugdíjba, ugye 50 év fölött leszek jóval, akkor az összegyűjtött pénzemből majd veszek egy olyan házat magunknak, ugye nem lesznek már gyerekek, lehet még akkora se kell, mert lehet kapni amúgy kétszobásat, egyszobásat is, és ott olyan öregesen ugye elleszek a feleségemmel, max elteniszezünk, vagy elúszkálunk minden reggel. Hogy válaszoljak a kérdésre, ugyanis valaki pont kérdezte tegnap, hogy a jövőben ugye szándékozunk majd egyszer házat venni, vagy nem, vagy mindig csak bérelni fogunk ugye életünk végéig, nem tudom. Tehát lehet, hogy egyszer ugye veszünk egyet, nem ilyen 50 feletti házat, hanem ilyen rendes 3 vagy 4 szobás házat, vagy a lakást. Nem tudom, jelen pillanatban nincs a terv, a 10 éves tervben nincsen benne, hogy házat szeretnénk venni. De sose lehet tudni, bár ugye minél öregebb vagy, ugye annál nehezebben fogsz majd kölcsönt kapni, ugyanis 30 évre kapod a kölcsönt. Most vagyok 35 éves, ugye 30 év. Ugye ki tudjátok számolni, hogy addigra hány éves lennék, mire azt kifizetném. Tehát, hogyha még várok egy extra 10 évet, vagy 15-öt, utána már lehet, hogy nem is fogok ugye házkölcsönt kapni. Tehát, most tudjátok a ház árakat nagyjából, ugye meg hogy működik ez az egész, bár ezek az árak, ezek a ház árak csak itt nálunk kerülnek ennyibe, ugye itt a gólkoztom, hogyha elmész Sydneybe, jóval drágábbak. Tehát ilyen 1 millió dolláros ház árak vannak, ugyanis nagyon sokan Sydneybe eladják a házukat, ide jönnek, vesznek belőle egy vadonatúj házat, és még marad is jócskán nekik pénzük. Szóval mára ennyit, remélem, hogy tudtam válaszolni a kérdésetekre. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!